Tisztelt hallgatóság! Folytatjuk a galilei munkáit ismertető előadást, és ezúttal a csillagászati eredményeiről beszélünk. Persze, hogy a bevezetőben mondtam, ezek kapcsolódnak a mechanikai munkáihoz is. Nos, galilei esetén mindig megemlítik, hogy ő alkalmazta először a távcsövet csillagászati célokra, ez kétségtelenül igaz, Néha tévesen azt állítják, hogy ő fedezte fel a távcsövet magát, ez biztos, hogy nem igaz, viszont nem tudjuk, hogy ki fedezte fel a távcsövet igaziból. Egy, nagyon sokan mondanak egy holland optikust, mint a távcső felfedezőjét, vagy az is lehet, hogy a holland hajósok rakták össze, ezt ugyanis lencséket már nagyon régóta csiszoltak az emberek, például a szemüveg, az már az 1200-as évek óta ismert volt Európába, tehát akár egy véletlen felfedezés is vezethetett volna a távcsősz, hogy két szemüveglencsét jól tesznek egymás mögé. Az a lényeg, hogy nem tudjuk, hogy kifedezte fel a távcsövet. Olyan vad, de nem teljesen irreális elméletek is vannak, hogy már az asszírok időszámításunk előtt 3.-5. században építettek volna a távcsövet, van ugyanis ebből a korból olyan lelet, ami körülbelül egy 10 centis átmérőjű, valamilyen kristályból csiszott, nagyon jó minőségű lencsét tartalmaz. Hát egy magányos lencse, de jó nagy. Ez távcső töké... távcső lencséjének tökéletes lenne, nem tudjuk, hogy építettek-e belőle távcsövet. Mások szerint az arab tudósok voltak azok, akik, Elég jó ge geometriá, elég jól értettek a geometriához, és az ókori optikai eredményeket is ismerték, akár ők is lehettek volna a távcső megalkotó, és vannak erre jelek. Az biztos, hogy foglalkoztak optikával, az arab ö, tudósok itt, majd az optikáról szóló előadásban. Erről mesélek röviden. Hát itt csak egy érdekességként említem meg, hogy például az egyik Robin Hood filmben, amiben a Robin Hoodot elkíséri egy elkíséri valaki, egy, egy arab ember, akit megmentett valahol keleten, ő neki van egy távcsöve, amire a Robin Hoodék csodárjára járnak. Talán innét vették a filmbe ezt az ötletet. Nos, nem tudjuk, hogy kiépítette az első távcsövet, de az biztos, hogy módszeres csillagászati megfigyelésekre először Galilei használja. Földi alkalmazásán is dolgozott Galilei a távcsőnek, ugye említettem már egyszer, hogy ő szerette az anyagi hasznot is begyűjteni a felfedezéseiért, és abban reménykedett, hogy a hadseregnek őszállíthat szállíthat távcsöveket, ugyanis ezek nyilvánvalóan a hadászati hat is nagyon jó szolgálatot tettek a távcsövek. Egy ideig ez ment is neki, csak aztán Hollandiából olcsóbb távcsövek érkeztek, úgyhogy ez a biznisze befucsolt, mint anyagi haszonszerzési lehetőség. De Galilei ezen munkája során fejlesztette a gyártás technológiát, egész konkrétan ő maga is csiszolt lencséket, és ez segítette hozzá, hogy olyan minőségű távcsövet készítsen, amivel már jó csillagászati észlelések is lefolytathatók voltak. Galilei, amikor rájött, hogy milyen ö, új világot tár fel előtte a távcső, amikor az égboltra szegezi, akkor éjjel, hát éjjel-nappal megfigyelt, ugye nappal a napot, éjjel pedig a csillagokat, amikor lehetett, és a hát számtalan ö, megfigyelést Számtalan első megfigyelést tett a, a világon az égbolt törvényei kapcsán. Ezeket ilyen gyors kiadású, néhány oldalas, majdhogy nem röpiratokban szinte azonnal terjesztette is, hogy, hogy biztosítsa a felfedezés elsőbségét, és egyből népszerűsítette is a tudományos megfigyeléseit. Nos, galilei megfigyelései jelentősek voltak, és rengeteg helyen ellent mondtak az arisztótelészi világképnek. Például az ókori görögök azt állították, hogy az égi, égi testek tökéletes gömb alakúak. Ezzel szemben Galilei felfedezi, hogy a hold felszínén hegyek és sík területek váltakoznak, sőt, a hegyek árnyéka alapján még megméri némelyiknek a ö, magasságát is, és jól végezte ezt a mérést. Megállapítja, hogy a napon foltok vannak, amiknek segítségével a nap forgása is kimutatható. A nap se egy tökéletes ö, gömb. Hát az alakja igen, de van valami a felszínén. Aztán azt is megállapítja, hogy a Szaturnusz elnyúlt furcsa alakú. Az ő távcsőve nem volt elég jó ahhoz, hogy a gyűrűt föl lehessen ismerni részleteiben. Ezt. Ö, úgy körülbelül 50 évvel Galilei halála után jut el a távcső technika oda, hogy erre képes legyen, de az biztos, hogy látszott, hogy a Szaturnusz nem gömb alakú. Aztán az ókori görögök azt mondták, hogy a bolygók szférákba rendeződnek, és a Vénusz egy alsóbb szférában van, mint a Nap, tehát a Vénusz mindig közelebb van a Földhöz, mint a Nap. Ezzel szemben Galilei észreveszi, hogy a Vénusz ugyanolyan fázisokat mutat, mint a hold, lehet tele-Vénusz, vagy fél-Vénusz, vagy ilyen vékony sarló-Vénusz. Mindjárt mutatom majd az ábrát, de a konklúziót most is elmondom. Ellentétben az ókori képpel, Galilei megfigyelései csak úgy voltak magyarázhatók, ha feltételezzük, hogy a Vénusz néha közelebb, néha távolabb van a Földtől, mint a Nap. Aztán az ókori görögök azt mondták, hogy minden égi mozgás középpontja a Föld, ezzel szembe Galilei megfigyeli a Jupiter holdjait, hát négyet látott közülük az ő távcsövével, amikről nagyon világos volt, hogy néhány napos periódus idővel igenis a Jupiter körül keringenek. És sok egyéb eredmény is van például a tejú csillagára bontása, amire itt nem térünk ki. A legfontosabb, felfedezésére, amiket előbb felsoroltam, szeretnék néhány képet mutatni, hogy jobban érzékeljük, hogy, hogy mit is láthatott Galilei a távcsövén. Például ismerve a távcsövének a paramétereit, azt lehet sejteni, hogy amikor a holdra tekintett Galilei, akkor körülbelül ennyi részletet látott. Jó néhány kráter, Megpillantható már egy akkora tártsővel, mint ami Galileinek volt. Néha ilyen hegyláncok, mint például itt van egy hegylánc, is látható. Meg aztán nagy sík területeket látott Galilei. Tévesen a sík voltuk és a sötétebb színük miatt ezeket tengernek gondolta, és elnevezte sorra a hold, ezek, holdnak ezeket a nagy sötét sík területei tengereknek, a nyugalom tengere, mit tudom én, ilyesmi neveket adott neki persze latinul, e, és a némelyik ilyen völgyet, amit most itt igazán jó példát nem látok konkrétan ezen az áb. itt van egy ilyen völgy, hálózat, egy ilyen némelyik völgyet pedig folyómedernek gondolta. Hát ebben ugyan tévedett, de nem kárhoztathatjuk érte, azzal a távcsővel nem lehetett eldönteni, hogy ezek pontosan milyen alakzatok. De az biztos, hogy a Hold egyáltalán nem az Arisztotelészi tökéletes gömb formáját öltötte, hanem egy ugyanolyan ö, struktúrájú felszín mutatott, mint a Föld. Tehát a Föld nem egyedülálló fizikájú hely. Ez persze nem bizonyítja, hogy a Föld kering a nap körül, és nem fordítva, de az bizonyítja, hogy a Föld nem egyedülálló fizikájú hely, a Holdon is hasonló alakzatok vannak. Vagy a Vénusz fázisai, erről az ábráról jobban megérthető. Ha az origónkat a Földhöz rögzítjük, hogy ne keringés közben nézzük, akkor a Föld nap Vénusz relatív helyzeteit láthatjuk itt fölrajzolva ezen az ábrán és látjuk, hogy amikor a Vénusz nagyon közel van a, a Földhöz, akkor nagy méretűnek látjuk a Vénuszt, de egy nagyon vékon sarlót látunk csak belőle megvilágítva. Amikor jobban kitér oldalra, akkor egyre nagyobb, ö, egyre vastagabb lesz ez a szarvacska, viszont egyre kisebb lesz a mérete, mert távolodik a Földtől. Olyan is előfordul, amikor lényegében fél vénuszt látunk, ez a pontosan fél vénusz esete, és a teli vénusz akkor valósul meg, amikor majdnem a nappal e, ellentétes oldalon, amikor a vénusz majdnem a nap túloldalán van a Földhöz képest, tehát amikor a nap mellett lesünk el, éppen egy kicsivel, persze ilyenkor nehéz megfigyelni, de azért lehetséges ezek az ábrák, amiket itt kitettem, ezek méretarányosak, és a sarló Vénusz az valóban 5-6 szor nagyobb, mint a teli Vénusz, és ezeket Galilei a távcsövével jól meg tudta figyelni. Nos, ezek az ábra és alakváltozások Kopernikus rendszerében tökéletesen érthetők itt a magyarázat ezen az ábrán. Viszont a Ptolemaiszi rendszerben ilyen nem fordulhat elő mert a nap és a Vénusz külön szférákat, a szférákon belül mozog a Ptolemaiuszi rendszerben, és a Vénusz mindig közelebb van a Földhöz, mint a nap, tehát sose láthatnák teli Vénuszt, e szerint a, vagy majdnem teli Vénuszt a Ptolemaiuszi rendszer szerint. Ha meg úgy akarjuk korrigálni a Ptolemaiuszi rendszert, hogy na jó, tévedett Ptolemaiuszt, a Vénusz messzebb van, mint a nap, akkor pedig ilyen sarló Vénuszt nem láthatnák. Tehát semmiképp nem magyarázható a földközéppontú rendszer segítségével ez a Vénusz fázis és méret változása. Ezzel szemben a kopernikuszi rendszerből nem csak a jelleg, hanem a méretarányok is meghatározhatók. Ugye Kopernikus meghatározta például a Vénusz pályának és a Föld a méretarányát, és abból geometriával kijött, hogy tényleg így kell kinézni a Vénusz fázisainak. Meg egy, ez a tihó rendszerének azért megfelelne ez a dolog. A Jupiter holdak. Ez Galilei fennmaradt kézirata, ahogy fölírt, följegyezte, hogy hogyan vette észre a Jupiter holdaknak a mozgását. Ez a küllös kerék kinézetű valami, ez itt maga a Jupiter, mellett ezek a kis csillagocskák, ezek a Jupiter holdjai, és azt vette észre, hogy ezek már néhány óra különbséggel észrevelten odébb mozdulnak, ha pedig néhány nap különbséggel nézzük őket, akkor jól észrevehető, hogy keringenek a Jupiter körül. Itt egy ábra sorozaton, egy számítógépes szimulációval megpróbáltam bemutatni, hogy Galilei távcsövével hogyan látszódhatott ez a jelenség körülbelül. Ugye hát azzal a távcsővel a Jupiteren éppen-éppen csak észre lehetett venni, hogy valamiféle csíkok vannak, tehát nyilván nem látta ő a nagy vörös foltot vagy az egyéb részleteket. Minden esetre itt volt középen a Jupiter, és mondjuk látott körülötte négy pöttyöt, első ábra, négy órával később, a második ábra, akkor már van olyan Jupiter hold, ami lényegesen odébb vándorolt Eközben van, amelyik négy óra alatt még csak egy keveset mozdul odébb. Különbözők a keringés idők És ezen az ábrason négy óránként látjuk a Jupiter holdak helyzetét a Galilei persze több napig figyelte őket És levont azt a következtetést, hogy nem csak a Föld lehet keringési központ egy érdekesség, a Jupiter holdak elég fényesek, és elég távol vannak a Jupitertől, tehát bárki meg tudja őket egy kis távcsővel is figyelni, ha a Jupiter éppen olyan helyzetben van, hogy nem zavarja a nap a Jupiter megfigyelését. Szóval, hogyha odafigyelünk, akkor egy lényegében egy vadásztávcsővel is látni tudjuk ezt, és mindenki meg tudja figyelni. Nem csak a Föld lehet a keringési központ. Galilei a zseniális megfigyeléseihez sajnos kevésbé zseniális elméleti magyarázatokat fűzött. Az biztos, hogy a megfigyelései sok helyen cáfolják, gyakorlatilag megdöntik az arisztoteleszi világképet. Az elméleti magyarázatokban azonban nem jeleskedett Galilei. Például ragaszkodik a körpályákhoz. Pedig eddigre már Kepler közé azt, hogy 1609-ben az astronomia Novában, hogy a bolygók ellipszis alakú pályákon keringenek a nap körül, és Kepler részletesen megfigyelési mm, bizonyítékokat hozott föl emellett. Galilei nem vesz tudomást erről a dologról. Azt írja, körpályák vannak. Az ilyen részletek őt nem érdekelték, mint ahogy azt se érdekelte, hogy 8 vagy 10 mai egységekben a gének az értéke. Aztán tévesen magyarázza az árapálynak a jelenségét, pedig ugye az árapály a hajózó népeknél nagyon fontos jelenség. Ez tévesen a föld forgásával magyarázza, ugye Galilei minden áron ki akarta mutatni, hogy forga a föld. Pedig a tengerészek régóta tudják, hogy az árapály a holdal és a nappal kapcsolatos, euh, egyszerűen úgy jön össze. Ez, tehát például a kiemelkedő nagyságú árapály, az teli holdkor és új holdkor van, amikor a Föld, a Hold és a Nap egy-egyenesbe esnek. Tehát azt ősidők óta tudták, hogy igenis a Hold meg a Nap határozza meg az árapályt. Galilei a Föld forgására fogja, mert mindent a Föld forgásával akart magyarázni. Nagyon nem következetes, ha nem következetes, a saját relativitási elvével kapcsolatban sem. Például ugye azt mondja, hogy az egyenletes mozgás nem megkülönböztethető a mm, nyugalomtól, ezért nem érezzük a föld forgását, viszont azt állítja, hogy a passzát szeleket a föld forgása okozza. Na de hát ez nem jön össze, ez a dolog, akkor pont a saját relativitási elvét sérti meg Galilei ezzel. És ami még ö, extra adalék a Galilei hiba listájához, az az, hogy a vitákban nagyon agresszíven viselkedik. Ha ma élne Galilei, akkor egy ö, egy kőbunkó Facebook kommentelő lenne, aki mindenkit leugat, aki ö, nem ö, ért vele egyet. Most miért beszélek Galilei jelleméről? talán szokatlan, mert a többi csillagász, többi kutatóira nem beszéltem, mindjárt meglátjuk. Galilei perbennek jelentősége lesz. Szóval a Galilei meg van győződve a Kopernikus rendszer igazáról, és aki nem ért vele egyet, azt azt lehülyézi. Szó szóval szerint ez körülbelül így kell érteni, és a művelt körökbe rengeteg haragost szerez. Diplomáciai dokumentumok írják azt, hogy amikor nemes embereket vagy nagyköveteket alázott meg, akkor többen kérték a Galilei uralkodóját, hogy rendelje vissza Rómából Pízába, mert, mert ebből baj lesz, amit, amilyen álmokfutást elkövetett. Nos, és kiukadtunk a Galilei perhez, amit az elején említettem, hogy, hogy az egyik legközismertebb tudománytörténeti esemény, e, és rengeteg politikai és ideológiai dolog kapcsolódik hozzá, úgyhogy bár nem a szakmáról szól igazán, de muszáj róla beszélni. A tudomány történetileg biztos, hogy Galilei az arisztotelészi rendszert számtalan módon cáfolta, mint ahogy Orezmius és Bariden is már 300 évvel előtte ezt megtette. Érezte, hogy az arisztotelészi mechanika helyett valami másra van szükség, de érvelése nem volt mindig következetes. És sokszor egyszerűen hibás volt, lássuk mondjuk az árapánynak a jelensége, amit előbb említettem. És nem tudott megnyugtató magyarázatot adni arra, hogy miért nem érezzük a föld forgását, vagy napkörű keringését. Ugye erre csak Newton adja meg a választ. Na jó, de miért lett ebből per? Mondjuk Keplert senki nem perelte be, pedig azért azt írt, hogy a Nap körül keringenek a bolygók. Ahhoz, hogy ezt megértsük, egy kicsit vissza kell lépni. Említettük, hogy a középkorban Európa, amikor magához tér, akkor újra felfedezi a görög örökséget, és például Arisztotelész műveit részben arabból a 11-12. századtól fordítják le latinra, és nagyon megtetszik a teológusoknak. Az arisztotelészi filozófia, vegyítve a keresztény hitigasságokkal, adja a kereszt, a katolikus teológiának a kereteit. Hatalmas tekintélye van arisztotelésznek emiatt. Eredetileg ez nem volt valami nagyon merev dolog, ugye például a XIV. században említettük Oresmiusról, aki Lyon püspöke, hogy bátran kritizálja az arisztotelészi mechanikát, és senki még csak meg se említette, hogy itt valami baj lenne a hitelvekkel. Viszont a 17. század elején, 1600-as évek elején nagyon speciális helyzet van. Nagyon érzékeny a helyzet. Zajlik a reformáció ellenreformáció csata eszmei és hadisíkon is. A katolikus egyház nagyon érzékeny a hitelvek támadására, akár még csak a közvetett támadásra is. Ne feledjük, amikor Galilei kiadja a dialógót, az a 30 éves háború közepén van. Szövetségi rendszereken keresztül lényegében egész Európa benne van, ha nem is konkrétan csatatérként, de akkor valamilyen közvetett módon a csatákba. És mindenki nagyon érzékeny egy esetleges hátországbeli lázadás kirobbanására. Aztán egy speciális körülmény nem sokkal Galilei előtt nagyon fölkavarta a kedélyeket egy Giordano Bruno nevű teológus filozófus, aki a Kopernikus elméletet használta föl teológiai eszméjének a bemutatására, alátámasztására. És amikor pár évvel később Galilei is előáll, akkor Giordano Bruno jut sokaknak az eszébe. Na most, ezért most egy pillanatra ki kell térnem Giordano Bruno ra er Eredetileg én nem sokat szerettem volna róla beszélni, mert Giordano Bruno a fizikához csillagáztatózó nem sokat tett hozzá, de a Galilei per kapcsán muszáj röviden megemlíteni őt. Ő inkább teológus, nem, ő teológus volt és filozófus. Eredetileg domonkos rendi szerzetes, ami Európának több, aki Európának több országában megfordult, és legfőképp teológiai művei ismer, ismer, ismertek. Tanulmányozta az ókori filozófiai rendszereket, például Hermész Triszmegisztos írásait is, és nagyon megtetszettek neki, és innen merített sok ötletet, a gondolataihoz. Aztán érdekességként meg szokták jegyezni, hogy például memorizálási technikákat is leírt az egyik könyvébe, hogy hogyan lehet jól megjegyezni összefüggés nélküli adatokat. Szóval egy művelt ember volt Giordano Bruno. Amiről híres lett az az, hogy kozmológiai, tehát az univerzum szerkezetével kapcsolatos megfontolásokat tett, a Kopernikus rendszerére támaszkodva. De ő nagyon fontos megjelni, hogy nem csillagász vagy fizikus vagy matematikus. Nem végez megfigyeléseket, nem végez számításokat. Ugye láttuk, hogy Kopernikus, Kepler vagy Galilei munkáinak az erejét az adja, hogy a saját megfigyelései, számítási módszereivel mutatja be az elméleteit. Persze Giordano Bruno Teológus, filozófus volt. Mire használta a Kopernikuszi elméletet Giordano Bruno? Például ilyeneket ír le a művébe, hogy ilyen allegóriaként vagy hasonlatként használja ezt a dolgot. Azt mondja, hogy a nap az megfelel Jézusnak, a föld a katolikus egyháznak, a bolygók a többi egyháznak, ugye a reformáció idejét érjük ebbe az időben, és a Bruno azt mondja, hogy hát ahogy Kopernikus rádöbbentett minket, hogy nem a Föld a középpont, hanem a nap, úgy akkor legyünk szívesek már békében meglenni egymással, kedves egyházak, Jézus a nap van középen, az egyházak meg szépen keringjenek körülötte, és ne zavarják egymás köreit, mert egyenértékű a szerepük, mert Jézus a lényeg. Hát, ma, ma erre azt mondanánk, hogy ökumenizmust hirdetett, Na de abban a korban ez nagyon nem volt nyerő ö, gondolat, nem ahogy a katolikus egyház, de a többi egyház se fogadta volna el ezt a dolgot. Ugye emlékezzünk, Kávin is rendelt el eretnek égetést, aki az ő szempontjából eretnek volt. Ö, szóval ez a gondolat ez nem volt akkor igazán időszerű. Ezzel ennek ellenére Giordano Bruno direkt Rómába ment, hogy meggyőzze a bíborosokat ö, igazáról. De Giordano Bruno továbbment, és azt mondta, hogy valójában nem is a nap a középpont, mert minden csillag egy nap, és esetleg lehetnek bolygóik is. Ez egy zseniális megérzés, ami igaznak bizonyult, bár e, nem támasztotta alá megfigyelés, hanem ezt inkább csak a filozófiai e, megfontolásaiból e, vezette le e, Giordano Bruno, csak ugye az a baj, hogy ez teológiára átvéve, ez azt jelenti, hogy még csak nem is Jézus a lényeg, Isten mindenütt jelen van a természetben. Ezt úgy hívják, hogy panteizmus. És ez már, ez már nem egyszerűen az egyes egyházak, hanem a kereszténység alapjait e, támadja. És nagyon sok más elképzelést is leírt, e, ami eretnekségnek számított volna, számított mindegyik egyház mindegyik akkori egyház felekezet körében. Szóval Giordano Bruno-t, ez nagyon híres dolog, 1600-ban mágia halára ítélik, és végre is hajtják, de ezt megtették, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem a csillagászati elképzeléseért. Azért senkit nem végeztek ki, mert azt mondta, hogy mozog a föld, vagy pláne nem azért, mert azt mondta volna, hogy gömb alakú. Ezt a tévhitet ugye korábban már cáfoltam. Van sajnos egy rossz következménye ennek. A heliocentrikus világképet összekötik Giordano Bruno nevével, és a rossz értelembe vett lázadással és újítással, és tudományosan meg ugyan nem igazolható a Kopernikus elmélet, ugye a föld mozgását nem érezzük. És ezért ez egy nagyon szerencsétlen helyzetet hoz elő. És akkor most értjük meg a galilei pert, hogy hogyan is alakul. Galilei érzi, hogy itt ez necces téma, amiről ő, amit ő feszeget, és folytonosan konzultál a szent székkel. Jezsuita csillagászok saját távcsöveket építenek, és ellenőrzik galilei eredményeit, és azt mondják, hogy igen, rendben van, mi is kb. ugyanazt látjuk. Például egy Christoph Scheiner nevű jezsuita, akinek ezen az ábrán láthatjuk a távcsövét, itt van maga a távcső, ami a napnak a fényét vetíti ki erre a fehér papírlapra, ugyanis Scheiner követve Galileit maga is napfot megfigyeléseket végzett, szóval vitatkoznak ezen azon, például, hogy kifedezte fel a napfoltokat, de alapvetően elfogadják a módszert. Sajnos sok könyvben még látunk ilyet, hogy azt mondták volna Galileinek, hogy hú, hát a távcső az ördög találmánya, meg ez hülyeség, senki ilyet nem mondott neki. A vita arról szólt, hogy kifedezte fel a napfoltokat. Galilei folytat konzultációkat például egy Robert Bellarmine nevű teológussal, aki mondja neki, hogy rendben, folytasd a munkáidat, de legyél óvatos, azt ne állítsd, hogy a napközéppontú rendszer fizikai valóság, hanem csak matematikai modellként hirdesd, és akkor minden rendben lesz. Csak sajnos ez a nagyhatalmú pártfogója Galileinek 1621-ben meghal, és a Galilei per idején ő már nem él, nem tudja a eléggé rossz politikus Galileit megvédeni a rossz húzásaitól. Szóval Galilei ennek ellenére a művelt köröket fölizgatva állandóan vitatkozik és teszi nevetségesi azokat, akik a Ptolemaiuszi rendszert védik. De ennek ellenére végül is a dialógó pápai anyagi támogatással jelenik meg 1632-ben, aztán 33-ban pedig indul a Galilei per. Mik a lehetséges okok? Amiket itt felsorolok, a egyetértenek a tudománytörténészek, hogy ez mind lehetséges ok, a súlyán vitatkoznak, hogy, hogy melyik ö, mennyire jelentős, lehet, hogy soha nem tudjuk meg, hogy melyik mennyire ö, jelentős volt, de mindegyik valódi ok a Galilei per mellett. Az egyik ok az, hogy a pápát magára haragította ö, Galilei. Lehet, hogy maga a pápa állt részben személyes bosszút Galilein ugyanis a pápa régebben ismerőse volt Galileinek, sokszor beszélgettek csillagászati dolgokról, és a pápa, mint nem csillagász, fölvetett néhány dolgot, hogy de hát miért is nincs igaz a Kopernikusnak. Nos, Galilei ezeket a az ötleteket kifigurázza a dialógóban, a szimplíciónak, a hülye gyereknek a szájába adja a pápának a az amatőr meglátásait. Hát nem éppen egy, egy jó politikai húzás volt ez, hogy magára harakít egy uralkodót, ugye ne feledjük a pápa egyben egy királyrangú ö, személy is ekkor. Sok befolyásos ellenzéket, ellenséget szerzett, ahogy említettem már. Én még a dialógóban is vitriolosan szól azokról, akik ö, nem értik meg, hogy túlhaladott a földközéppontú világkép. Aztán Giordano bruno -val való hasonlósága miatt meg, hogy támadja Arisztotelészt abban a reformáció, ellenreformáció korszakban nagyon kritikus témát feszeget, amiben mindenki politikai felhangokat látott bele. Úgyhogy ez se szolgált Galileinek a javára. És hát valóban tudományosan bele lehetett kötni Galileinek a dolgaiba. Lásd, a, például a, az árapály jelenségének a magyarázata. Tehát egész egyszerűen sok mindenben nem volt igaza Galileinek, de ezt nem volt hajlandó belátni. És a végső löket azt elfelejtettem ide kiírni, hogy a jóváhagyott szöveget, az utolsó pillanatban a nyomdába adás megváltoztatja és beletesz néhány olyan passzust, amivel azt hozza ki, hogy már pedig igenis a kopernikus rendszernek van, van igaza, ezt meg az utolsó pillanatban beszúr néhány ilyen változást, hát ez, ez nagyon rossz húzás volt. Ezzel kapcsolatban indul Igazi a per, tehát hogy a jóvá hagyott szövegbe változásokat eszközölt, amiket nem hagyatott jóvá, és ez vizsgáltatják meg. Galileit tanainak a visszavonására kényszerítik, házi őrizetre ítélik, és ebben a házi őrizetben írja meg a diszkórzit, és ez a legfontosabb összefoglalása galilei mechanikai műveinek. Ahogy az elején mondtam, Galilei a Tudománytörténet egyik legjelentősebb e, tudósa, és e, időhiányában nem is tudunk beszélni részleteiben sok más felfedezésről, csak egy földszorolást adnék. Elsők között tervez hőmérőt és használja hőmérsékletmérésre. Megméri a hangsebességet, megkísérli a fénysebesség mérését, de rájön, hogy az túl gyors ahhoz, hogy ő megmérje. Fontos mágnesességtani, Eredményei is vannak, és pontos iránytűnt tervez. Ezt is alkalmazott kutatás keretén belül a hadseregnek adja el. A valószínűség számításhoz is hozzájárul, és az irodalmi művese elhanyagolható abban a tekintetben, hogy sok művét olaszul adja ki, és nem latinul, tehát az olasz nemzeti nyelv megteremtéséhez is hozzájárul. Galilei rendkívül népszerű az utókor szemében is. Mindenki ismeri Galilei nevét, aki egy kicsit is hallotta a tudománytörténetről. Sőt, egy olyan kép él sokakban, hogy a sötét középkorban semmi komoly nem történt a tudományokban, egyszer csak előbukkant a semmiből néhány érthetetlen zseni, mint például Galilei vagy Leonardo, és ők a kisúlyukból kiráztak egy komoly tudományos e, eredményhalmaz. Hát látjuk, hogy ez nem igaz. E, most már látjuk ezt az egész folyamatot. De hát miért akkor a Sztár Galilei? Hát egyrészt, mert sok valódi komoly eredménye volt. Nagyon sokat adott a népszerűsítésre, olaszul írt, tehát a köznép is ismerte az ő műveit. Például a leglépszerűbbek ezek a csillagászati hírmondói voltak, amiről Szinte naprakészen tudósított, mondhatni, vittert indította a, a legfrissebb felfedezéseiről. Aztán az emberek szeretik egyszerűsíteni a dolgokat, szeretnek egész korszakoknak az eredményeit egy-két emberhez rendelni, jobban szeretjük az olyanokat, hogy mit tudom én. Cristiano Ronaldo legyőzte az ellenséget, tehát amikor a fenét a Cristiano Ronaldo győzte le, az egész csapat győzte le, kulcsfontos lehetett az a bizonyos focista, mint ahogy Galilei is kulcsfontosságú volt, de az emberek szeretnek egyszerűsíteni és hősöket látni mindenütt. Ráadásul Galilei az utókor szemébe a felvilágosodás korába olyan értelem is jó hős volt, hogy a Galilei perrel jól lehetett bemutatni, az egyháznak a maradi, maradiságát, hát persze erős torzításokkal, se Giordano Bruno elítélése, se Galilei elítélése, nem a fizikai elméleteik, hanem láttuk, hogy más kapcsán történt meg. Minden esetre Galilei valóban egy ö, olyan ember, aki ö, megérdemli azt, hogy a figyelem középpontjába legyen, óriásített hozzá a tudomány fejlődéséhez, és rövidesen látjuk, hogy például a Newtoni mechanika nem született volna meg nélküle.